János Idán a választás.hu adatai alapján 1993 szavazatra jogosult állampolgár fogja eldönteni a két szavazó körben a Szent Norbert idősek klubjában és a faluházban felállított szavazófülkékben, hogy kivezesse a következő ciklusban a települést. A János Hidaiak 17 képviselőjelöltre és két polgármester jelöltre adhatják le voksaikat. A jelöltek felsorolását a választás.hu oldalon találják, a szavazólapon várható sorrendben. A polgármesteri székért ketten indulnak. Sorrendben az első Mészárosné Vasmárta, aki a települési fejlődés érdekében lokálpatrióta szemléletváltást, kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel, települési bizottságokat és élő önkormányzati közvetítéseket szeretne elérni János Idán képviselőjelölt csapatával. Polgármesterként azért fogok dolgozni, hogy biztonságos, egészséges, tiszta, rendezett környezetben összetartó közösségként éljen együtt János Hida minden lakója, a legifjabbtól a legidősebbig, vallási, világnézeti, etnikai hovatartozástól függetlenül. A rendszeres közösségépítő programok mellett az országgyűlési képviselő és a kormány támogatásával olyan beruházásokat kívánok János Hidára hozni, amely az egész település hosszú távú fejlődését eredményezi. A szavazólapon a második lesz Eszes Béla, aki a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, és immár 26 éve, 1998 óta a település polgármestere. Családommal együtt jóban, rosszban hidaiaknak érezzük magunkat, hiszen több helyi civil szervezetnek is a tagja vagyok. Az elmúlt 26 évben 26-szorosára növeltük János Hida vagyonát. Az előző ciklusban 5 kiemelkedő feladatunk a Covid-ban megvédtük a hidaiakat, felújítottuk a rendházat, megrendeztük a 26. Jászvilág találkozót, túléltük a rezsiválságot, a nagy viharban mindenkinek segítettünk. Komplex programunk a tudatos öregedés János Hida 2030, melyben a fiatalok helyben maradását, helyi munkahelyek teremtését és az emberekhez méltó minél hosszabb aktív időskor szeretnénk biztosítani minden János Hidainak. Június 9-én az önkormányzati választáson 17 képviselőjelöltre, két polgármesterjelöltre, a megyében található 7 pártlistára, a nemzetiségi önkormányzati választáson 5 fő települési nemzetiségi egyéni jelöltre, illetve az unió szavazólapon 11 pártlistára szavazhatnak a János Hidai választópolgárok.